Szűz Mária Istenanyja ünnepét január 1-én karácsony 8-napján tartja a Római Katolikus Egyház, Jézus körülmetélkedésére emlékezve. Az újévi szentmisén Spányi Antal megyés püspök szentbeszédében elmondta, Máriát egy újabb névvel ünnepeljük, mint Istenanyját köszöntjük. Az ember megtörte a barátságot a bűnnel, majd jött a megváltó. Amikor eljött az idő teljessége, Mária megszülte a gyermeket, hogy aztán a népek reményben éljenek. Mi erre a gyermekre pedig nem pusztán úgy tekintünk, mint egy gyermekre a többi között, ez is csodálatos volna. De mi tudjuk, hogy ez a gyermek az Isten fia. Ebben a gyermekben, Mária fiában, az Isten maga jött el hozzánk. Ezért joggal köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát. A megyéspüspök hozzátette, attól a pillanattól kezdve, hogy Mária világra szülte gyermekét, nem csak abban hiszünk, hogy eljön az Isten, hanem tudjuk, hogy velünk van. Spányi Antal a keresztények küldetéséről is beszélt. Amikor elkezdjük ezt az új évet, akkor tudnunk kell, hogy az a feladatunk, hogy új világot építsünk, hogy ezt a világot jobbítsuk, hogy próbáljuk meg a sebeket gyógyítani, hogy próbáljuk meg az ellentéteket elsimítani, hogy próbáljuk meg a szíveket bátorrá és erőssé tenni, hogy Isten országát építsük. Mint a megyéspüspök mondja, tanúságot kell tennünk arról a hitről, a Szentlélek ajándékáról, amelyet Isten jelenléte erősít bennünk. A világ nem elveszett, mert a világ Istené.